Az Európai Unió szerdán jóvá hagyta az Oroszország elleni 13. szankciócsomagját, közölte az EU belga elnöksége az X közösségi média platformon. Az uniós nagykövetek most állapodtak meg elvben a 13. szankciócsomagról Oroszország ukrajna elleni agressziója miatt, közölte a belga elnökség az egyik legszélesebb körülnek nevezve azt, amit az EU jóvá hagyott. Az új csomagban közel 200 szervezet és magánszemély kerül fel a listára, de új ágazati intézkedések nincsenek, írta meg a The Guardian. A csomagot hivatalosan február 24-én az ukrajna elleni orosz invázió kezdetének második évfordulójára hagyják jóvá.